Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt Kézdivásárhelyen a Matthias Corvinus Kollégium soron következő nyílt előadásán, amelynek keretén belül ma bemutatásra kerül Csendel Levente Fényből és Sárból című kötete, amelyet Csaba testvér életéről írt. Mindenek előtt kérem, engedjék meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsem magunkat, lányokat, asszonyokat, nőket, legyen egy nagyon csodás estünk így együtt, remélem, hogy a mai esti program megkoronázza ezt a napot. És akkor, miután nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, én át is fogom adni a szót Olágál Elvirának, a mai est moderátorának, és még egyszer nagyon örülök, hogy ilyen sokan összegyűltünk, és remélem, hogy egy nagyon tartalmas este előtt állunk. Köszönöm szépen, Isten hozta önöket! Zsigmond Laura a Matthias Corvinus Kollégium munkatársa volt, Hargita Kovászna megyei programokért felelős munkatársa, akinek utolsó mondataihoz kapcsolódva szeretném Csaba testvérnek, a nőknek ajánlott kis költői mozdulatát bejelenteni, és még Magyarországról itt van körünkben Varga Katalina színésznő, francia-magyar színésznő, Franciaországban is sokat játszott, és ő nekünk egy kis ízelítőt ad Petőfiből és hát a népdalkincsünkből a nőknek ajánlva. Tüzesen süt le a napsugára, az ég tetejéről, a juhász bojtárra. Fölösleges dolog sütnie, oly nagyon, a juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Szerelem tüzeik fiatal szívében, úgy legelteti a nyájt a falu végen. Falu végen nyáj, amíg szerte legelész, ő addig sugáján a fűben heverész. Egy kőhajtásnyira folyt tőle a patak, bámuló szemei oda tapadtanak. De nem ám a patak csilláló habjára, hanem a patakban egy szőke kis jányra. Kis leány szoknyája térdig föl van hajtva, mivel hogy ruhákat mos a friss patakba. Erdő, 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 maroszégi kerek erdő, madár lakik abban, madár lakik 12. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. Csárdás kis angyalom, érte fáj a szívem nagyon. A pázsit fölött heverésző juhász, Kukorica Jancsi, ki is lehetne más? Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, Iluska az, Jancsi szívének gyöngyháza. Szívemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája. Kukorica Jancsi így szólott hozzája. Pillancs ide, hiszen ezen a világon csak te vagy én nekem minden mulatságom. Vesd reám sugarát kökény szemeidnek, gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg. Tudod, Jancsi szívem, örömest kimennék, ha a mosással ó igen nem sietnék. Sietek, mert velem másképp rosszul bánnak, mostoha gyereke vagyok én anyámnak. Gyere ki, galambom! Gyere ki, gerlicém! A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én, aztán a mostohád nincs itt a közelben. Ne hagyd, hogy szeretőt halálra epedjen. Kicsalta a lányt édes beszédével, átfogta derekát mind a két kezével. A malomnak nincsen köve, mégis lisztet jár, mégis lisztet jár. Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár.
vár. Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár. Adsz a rózsám a kezdetbe, forduljunk egyet, forduljunk egyet. Aztán menjünk ki a kertbe, hadd szedjünk medgyet. Aztán menjünk ki a kertbe, hadd szedjünk medgyet. Szimbolikus helyen vagyunk a Kantar épületében, talán nem is kellene egyebet mondani azt, mint hogy ennek az újjáéledése Böjte Csaba nevéhez fűződik, és nagy szeretettel hallgattuk azt. Muszáj lett volna megemlítsem a képviselő úr nevét is természetesen, hogy Sancsa Panzák mindig akadnak mellé segítőtársak, mert ő azt mondta, hogy ahogy Don Quixote. Úgyhogy nem igazán kellene különösebb dolgot meséljek róla, mint az, hogy a lelked mellett az épületeket is most már menti, mint egy válaszul Trianonra, ahogy szokott ő fogalmazni. A Kantára még valószínű visszatérünk, vagy visszatér majd ő, hiszen ez is egy nagy eredmény az elmúlt 30 évben. Most viszont egy könyvről szeretnénk beszélni, ami az ő életéről szól. A könyv szerzője Csender Levente József Attila díjas író, maga is székely ember, Varhely széki, aki úgy gondolta, hogy meg kell írnia neki azt a könyvet, amit előtte senki más nem írt meg. Ezt a gondolatot is megfogalmazta Böjte Csaba annak kapcsán, hogy minden ember talentumokat kapott, és azzal bizony élni kell, de idézhetnénk Márton Árant is, aki azt mondta, hogy a keresztény ember az nem turista és nem is műkedvelő ezen a földön, hanem feladatai vannak, feladatot és szolgálatot kell teljesítsen szeretetből. No hát, ez nagyon szépen illik, vagy vonatkozik Böjte Csabára. Csender Levente vette azt a bátorságot, és feltette a kérdést, hogy kicsoda is Böjte Csaba. Mindazok után, hogy annyi könyv, film jelent meg róla, a neve alatt, a nevével, több mint 30-at számoltam össze, angol és német nyelven is vannak most már lefordított könyvei, és mégis egy fiatal író fölteszi ezt a kérdést neki, hogy kicsoda vagy te, Böjte Csaba, és mélyre ás az életébe, feltárja a gyermekkorát, az ifjúkorát, az Istennel való találkozását, aztán meg építkező munkáját és feladatait, amelyek, ahogyan Márton Áron is mondta, még hátra vannak jócskán, vagy hogy ő mondja, van aratni való. Levendéről, Levetétől elsősorban a könyv megírásának szándékáról szeretnék hallani valamit, hogy ő hogyan tette fel ezt a kérdést magának, vagy kinek a segítségével, és igazán hogyan kereste a választ, milyen úton, módon. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a ma estére. Hát ez egy kicsit vakmerő vállalkozás volt, most már belátom, de hát most már nem lehet visszacsinálni. 19-ben történt az, hogy Csaba testvér kiadója, Helikon kiadó fölkért engem erre a feladatra, és hát akkor mutattak be minket egymásnak. 19 decemberében volt Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán az eddig első és utolsó Libri karácsony, és azt Csaba testvér nyitotta meg, és utána beültünk a Centrál Kávéházba. Ilyen dolgvezető mondta, hogy hát én emlék az a író, aki a következő könyvet írná róla. Ránézett és azt mondta, hogy hát szeretem a kihívásokat. Mivel én is szerettem a kihívásokat, ezért nagy megtiszteltetésnek értem meg és élem meg a mai napig, hogy Csaba testvér lehetett a sofőröm.
van ez a vicc, hogy amikor második János pápa nagy autógyűjteménnyel rendelkezett, nagyon szeretett vezetni annak idején, és egyszer a sofőrjével ment, és mondta, hogy kicsit cseréljünk helyet, én is szeretnék vezetni. És akkor helyet cseréltek, és ott az útszélén álltak a stopposok. És akkor így elsuhant mellette egy ilyen szuper autó, mert ugye a Ferrari meg mindenki adott neki ajándékba autó. Elsuhant a Ferrari mellette, és azt mondja, de ki volt ez? Én nem tudom, ez valami nagy ember lehetett, mert a pápa a sofőrje. De így voltam én, hogy egy fél év pandémia után sikerült kijönni, tehát januárban már elkezdtem a terveket, készen álltam, hogy akkor jövök én Dévára, de volt egy olyan ugye, járvány, amit pandémiának hívtak, és nem lehetett elindulni. Csapattestvér is be volt zárva Dévára 108 gyerekkel, és hát vártuk, hogy mikor jöhetünk ki, próbálkoztunk Zoom-on, tehát ez nem az a műfaj volt. Tehát, hogy egyrészt nem lehetett elérni, mert megbeszéltük, hogy akkor találkozunk. Én ültem a monitor előtt, mikor jelentkezik Csaba testvér. Aztán fölhívtam, hogy hát most vendégeim voltam. Szóval nem, de ezt a második próbálkozásnál kilőttük, hogy ez biztos, hogy nem. És akkor hát végül is az egy ajándék fél év volt, mert el tudtam tőle olvasni mindent, meg róla is olvasni. Nagyon sok mindent is közben fogalmazódott meg, hogy jó, hogy egyre több mindent olvasok róla, de azt nem tudom, hogy ki van a közepén. Tehát ki az a maga, kiről ez az egész sok történet szól. Úgyhogy amikor aztán fél év után sikerült megérkeznünk Dévára, és föltettem neki az első kérdést. Ezt úgy zárójában mondom, hogy én úgy képzeltem, mint Lincsi apát tanítványai. Van egy ilyen könyv, hogy reggeli beszélgetések Lincsi apát kolostorában. És gondoltam, hogy akkor én vagyok a tanítvány, fölteszem neki minden reggel a kérdést, ő megválaszolja, én ezt megírom, és így megyünk majd napról napra. De aztán a valóság az volt, hogy megérkeztünk, mert szeretettel fogadott minket, és mondta, hogy másnap reggel, hogy gyere, ülj be az anyósülésre, megyünk. Akkor már kiengedték őket Déváról, gyerekeket is, és akkor időszerű volt bejárni a házakat neki is. És mellé szegődhettem, beültem az anyósülésre, kiadtam a telefonomat, a diktafont bekapcsoltam, és aztán elkezdtünk beszélgetni. Na de a kérdésre a válasz, ugye, hogy mégis volt egy olyan reggel, amikor leültünk egy kávéval a Kolostor udvarán Déván beszélgetni, és akkor én gyorsan megragadtam az alkalmat, hogy feltegyem a kérdést, hogy ki Böjte Csaba. És hát a válasz készen volt, általában a válaszai valahogy készen vannak. És mondtam, hogy egy marékbor, mint mindenki más. És akkor innen indítottuk a beszélgetést. Az egész könyv tulajdonképpen ebből a mondatból indult el, hogy jó, de akkor járjunk körbe. Hogy kiből lett az a Böjte Csaba, akit mi ma ismerünk. Ugye a szélesebb nyilvánosság őt úgy ismerte meg, hogy a lárva gyerekek, a szegény sorsú gyerekek megmentője. Az elmúlt 30 év, ugye tavaly volt 30 éves a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, de hogy ki volt ő előtte, hogy lett ő az, aki. Ti voltak a felmenői, a gyerekkora, a barátai, és sok minden más, úgyhogy hát ennek is utána eredtem, és tulajdonképpen aztán egy 3 éves periódust ölel föl ennek a könyvnek a keletkezés története. Közben született 2 füves könyv is úgy mellékesen, de a fő csapás mindig ez volt, hogy ez a könyv megszületessen. Csaba testvér, sokat mesélsz a gyermekkorodról, Kolozsváron és Csíkszeredában gyermekeskedett, illetve hát serdült ifjúvá. Azt mondod, hogy az életed, idén töltötted 65 évedet, Isten éltessen sokáig, jó egészségben tartson meg közöttünk, hogy a 65 év az nem lépésről lépésre, hanem csodáról csodára megtett út. Szóval mik is a csodák az életünkben? Egyáltalán a gyermekkorunk, az ifjúkorunk mennyire határozza meg egész életünket? Hát
Én is nagy szeretettel köszöntöm, főleg a hölgyeket, asszonyokat, lányokat, kis kultúrműsorral, Katának köszönjük, hogy megajándékozott, ráhangolt a napra. Hát én tényleg úgy gondolom, minden csoda körülöttünk. Tehát, hogyha tükörbe nézel, hát igazából külön neked a mennyi jajcsot csinált egy, hogy mondjam, egy kaptafát, nem? Nincs két egyforma ember. És mindenki egy kicsit más. Tehát a nevelőknek is mindig azt mondom, hogy minden egyes gyerek Isten remek műve. A felnőtt is. És ha én így tudok nézni rád, de akár magamra is, akkor nagyon izgalmas. Tehát mondjuk itt a felújítás közben elénk került volna valahol egy eredeti Rembrandt festmény, hát azon lehetett volna akármennyi pókháló vagy légypiszok, attól az egy eredeti Rembrandt lett volna, nem? És hát itt biztos, hogy szalagcímeken szerepelt volna a kanta, meg minden, hogy elénk került itt a padlásra, nem tudom miféle. És nagy művészek jöttek volna, és milliméterről milliméterre megtisztították volna. És gondoljunk arra, hogy mi mindannyian, hát nem egy Rembrandt alkotás vagyunk, hanem mennyei atya jó alkotás. Igaz? És én nem hiszem, hogy a mennyei atya, hogy mondjam, tucat számra nyomta volna világra az embereket. Az Ószövetség egyik legszebb mondata úgy hangzik, hogy Isten mindent szeret, ami van. Ha nem szerette volna, meg se teremtette volna. Benne van a Szentírás, utána lehet nézni a Proféták könyvében. Igen, Isten téged szeret. És az, hogy vagy, az azt jelenti, hogy igen, Isten szeret bennünket. Na én de nem csak bennünket, embereket, hanem a hát a Hargitát. Csíkszentendre körül rengeteg hegy van. Én nagyon szerettem kirándulni. Hát mit tudom én. Lódba fürödni, de volt a Szeredai strand is, meg málnászni is, meg gombászni is. Ugye Ceausescu bácsinak volt egy jó szokás, hogy leszoktatott a tévénézésről. Olyan unalmas, dögunalmas adások voltak, hogy hogy mondjam, a mai fiatalok ezt el sem tudják képzelni. Na és akkor, hogy az ember még közelébe se legyen annak a televíziónak, vagy a városnak, gondolom itt Háromszéken is, rengeteg hátizsákos, bakkancsos dolog volt. Télen síztünk, sziklát másztunk, és egy nagy-nagy élmény volt. És nagyon örvendek, mert itt van egy gyerekkori barátom, Karesz, akivel együtt kezdtük az első osztályt. És bizony, hát sok kilométer van a közösen a lábunkban, amit bebarangoltuk, ezt a csodát. És én azóta is úgy látom, hogy ez a kanta is számomra egy csoda. Ugye, hát önök jártak többször, itt biztos többet, mint én, nekem, hogy háromszor, négyszer felkínálták. Eljöttem, és megláttam, hogy néz ki. Hát nem mondom, hogy sikoltozva, de nagyon gyorsan elmentem, hogy mondjam. Inkább kovásznán vettünk pénzzel egy épületet, mint ezt, hogy ingyen elvállaljuk. De komolyan. A kovásznán lett így a gyermekvédelmi otthon, és hát aztán végül mégis ugye a szanátor úr addig-addig nógatott a barátaival, hogy elvállaltuk. De én, hogy őszinte legyek, igen mondtam a munkára, de azt gondolom, hogy talán ő se hitte, hogy ez ilyen szépen fog sikerülni, nem? És lám, megvan egy képzési központ. És lám, ma este itt egy képzés zajlik valamilyen szinten, nem? Tehát ez egy csoda. És azt gondolom, hogy ha így nézünk egymásra, ha egymásba keressük a csodát, vagy próbáljuk kiszeretni a másikból a csodát, hát akkor sokkal izgalmasabb lesz az élet, nem? Én mindenkit erre az útra biztatok. Akkor ha már itt van Karesz, akkor maradjunk még egy kicsit a gyerekkornál, mert hogy nagyon-nagyon izgalmas, vagy ők őben elolvashatják. Hát kalandos életet, kalandokat éltetek át Szent Annatónál, meg bivakolás a hegyekben, meg tutajozás le az Olton, csak úgy ki akartak rándulni egyet a deltába, halászni le az Olton, aztán a Dunán. Hát voltak itt elképzelések. Te mindenkit megkerestél, levente, ugye, aki csak elérhető volt.
Volt egy közös barátunk szerencsére, Molnár Vilmos csíkszeredai kiváló novellista. Legutóbb Körösi Csoma Sándorról írt egy szuper novellás kötetet, előtte szerkesztett egy tanulmánykötetet, és régre nyúlik vissza a mi barátságunk, de az övék is. És ő mesélgetett így a beszélgetéseink kapcsán, mert hát ő ismert régről, gyerekkorából Böjte Csabát, és akkor hát ott együtt voltak bányászok, Hargita fürdőn, és akkor ez úgy elültette nekem a bogarat a fülem, mert tulajdonképpen ez már régebben volt, mint a könyv ötlete, és engem már akkor kezdett ez érdekelni, egy jó, nagyon jó sztorik ezek. És sőt, mikor Csaba testvér a teológián volt, akkor írt is neki egy levelet, mert akkor ő már Valánbányán volt, és volt egy ilyen rosszabb állapota, most nem részleteszem, hogy miért, de látott valamit, és írt Csaba testvérnek, hogy baj van, és Csaba testvér elkérdezett a teológiáról, és elment hozzá. És eljöttek, ez a levél meg is van, hogy írt neki egy hosszú levelet, és leírta az állapotát, nem tudom, ez, hogy őrzi még Csaba testvért, nem mindegy, nem akarom ezt részletezni, szóval régi az ő barátságuk, és olyan érdekes dolgokat mesélt, és aztán ment ez gyűrűzött tovább, és akkor elvezetett a szál a többi gyerekkori baráthoz, Hátszegi Csabához, Barabás Attilához, Kareszhoz. Tegnap ott voltak, már nem tudtuk elhozni ezt a csapatzászlót, mert Attila féltve őrzi, amit a Szent Anna-tónál ők kifüggesztettek, mikor már egy kicsit idősebbek voltak, hippik, és oda kimentek nyáron. A könyvben néhány archív fotó, ahogy hát most mondjuk el a titkot, Csaba testvér is ott van a kép jobb oldalán csuligáztak, és akkor hát ilyen posztókalap, kecskebőr mellény, trapéznadrág. És hát az az időszak volt, azt hiszem ez a nagyon fontos tínédzser időszak, amikor formálódott az ember. És ahogy hallottam, nagyon komoly hitvitáik voltak Kareszsal, nem egyszer össze is verekedtek. És én megkérném, ugye minden ilyen koncerten van egy ilyen speciális vendég, aki föllép a zenekarról, úgyhogy szeretném Kareszt megkérni, hogy egy kicsit meséljen erről az időszakról. Köszönjük, kívánom! Gyere itt a helyembe, légy szíves! Hát Csabával együtt jártunk iskolában, már az elemi osztályban. Utána együtt dolgoztunk a bányában is, és akkor utána együtt dolgoztunk ott a geológiai kutató feltáró vállalatot, együtt alapítottunk barlangászkört, mászkáltunk minden, de közben, hogy lementem, amivel formálódtunk, és voltak mindenféle vitáink. Hát már túl voltunk a katonaságon, túl voltunk a bányán, nagy kirándulások, amik ott le vannak hívva, meg az épek, meg minden a geológiai kutató feltáró vállalatnál. Tehát ezekről nem akarok mesélni, hanem inkább az, hogy volt akkor, még Ceausescu korban volt, 80-as években, még Csaba nem volt teológián, és akkor volt egy ilyen, alakítottunk egy barátunknál egy ilyen önképzőkört, hogy minden héten vagy kétszer felmentünk, és ott mindenféléről, népviseletről, csillagászatig, mindenféléről beszélgettünk. Csaba akkor már, tehát azelőtt is olvasott mindenféle misztikus könyveket, amihez akkor hozzá lehetett férni, meg jógázott, meg csinált ilyen meditáló gyakorlatokat. És nagyon sokat ezeken vitatkoztunk, nem, én elég hitetlen Tamás voltam, nem értettem ezekkel egyet, és durva vitáink voltak, hát Csaba akkor már járt ilyen, voltak akkor katolikus kisközösségek, járt oda, beszélgettek, énekeltek, jól érezték magukat, meg Istenről, az Isten lett a találásról. Nekem is jött, mondta, hogy ez a jó, ez az út, ezt követni minden, én pedig 20 évesen
bánya után, katonaság, én kemény, erős fiatalember, én mindenre képes vagyok. Mindenkinek, mikor mondta, hogy ez a legnagyobb dolog, hogy Istenre hagyom, megbántam, szóval megnyomtam vétkeimet el, és most olyan tisztának érzem magamat, olyan könnyűnek érzem magamat, és Isten velem csinálna úgy, ahogy ő akarja, cselekedjen rajtam keresztül, és mondom, hát igen, ez így könnyű. De vállalt fél te, hogy te csinálj magadtól, ne így van, hogyha így sikerült, de Isten így akarta, másképp akkor másképp nem így akarta, tehát csinálj te magad erőből, így vitatkoztunk, és nagyon, hát ugye megvan mindenkinek az álláspontja, az álláspont aztán egy lőállása, alakult, mondom, fogtattunk egymásnak mindenféle információkat, amiket gyűjtöttünk, pro és kontra. Aztán Csaba egyszer megelégelt, és mondta, hogy vége, kész, erről többet nem vitatkozunk, az élet kell a példa, az életem kell a példa legyen, és mindenkinek az élete kell példává váljon, nem pedig így, hogy szavakon vitatkozunk, vagy szó-szót követéssel belekötünk szavakba, és itt ez így nem. Az élet kés, kész, nem vitatkozunk. Hát akkor ezen ugye csodálkoztam, hogy eltűnöttem, mi van? És akkor elment aztán a teológiára, akkor is tovább is barátkoztunk, együtt még fejkerestem, ő is leveleztünk minden, és felszentelték a papa. Akkor még utána még elment Magyarországra, még hogy ferences szerzetes lehessen, még végzett azt hiszem 2 éve. És akkor, amikor visszajött, akkor találkoztunk, és feldobódva, jó kedvűen, teljesen más volt, tehát olyan öröm, teli volt, úgy sugárzott belőle, és mi van, nincs semmi nincsen, semmi. Mindenről lemondtam, nincs, még ez a csúha, ami rajtam van, ez se az enyém, egy pár szandálban volt ebben a csúhában, szóval még ez se az enyém, és semmi, hogy néztem, mi van, hát most éppen mindenki gyűjt, hogy legyen háza, kocsia, minden jó megy, és ettől boldog, hogy nincs semmi, hát mi van, és hát igen, hát néztem, jó, és akkor aztán, mikor oda került Dévára, akkor ott én már, akkor már, hogy hívjuk, már építkezési vállalkozás volt, volt még két társammal, és akkor elhívott, hogy hát itt van ez a romos kolostor, és megkapta ezt, tehát akkor ezt rendben lehetne tenni egy részét, mert nincsen pénze, valami kevés van, amit összegyűjtögetett, de hogy mi is, hogy majd aztán kifizeti, meg kölcsön kéne mindent. Hát egy rész, csak egy ilyen folyósot, mint itt is van egy ilyen folyósot, nekiálltunk, csinálgattuk, megcsináltuk, nem csinálgattuk, mert volt egy dátum, mikor a keme jött, meghívott Ferenc és testvéreket még oda, Németországból, és akkor jöttek, sok valami ünnep volt. Mindenkit szeretettel fogadott, veszi, és meg gyerekek is jöttek Lipáról, mondta, hogy ő azt akarja, hogy gyerekekkel legyen tele ez a nagy épület. Itt van annyi utca gyerek van, akik az utcán hányodnak élnek, és ez az épület itt üresen kong. Tehát ő azt szeretne, hogy ott gyerekekkel legyen tele. És akkor el is készítettünk ilyen folyosók, szobák, minden folyosók is. Akkor aztán az atyákot hívta, hogy megmutassa, hogy végigjárták, beszél, és azt mondta, hogy bekanyarodtak tovább, onnan kezdődött az építőtelep, ott minden olyan romokban, hogy volt, és akkor aztán nagy-nagy segít, adtak egy nagy sörtet, már ott, nem tudom, hány márkát, akkor még márka volt, márkát, még minden, és akkor már tudta, hogy folytatni az építkezést. Tehát ezt akartam mondani, hogy azt, ami ez ami történt, hogy csodára, tehát tényleg el is nekem akkor így ledöbbentem, hogy hát mi van, hát egy Bani nélkül neki fog valaminek, és akkor az utána sikerül meg mindent, tehát hogy egy Bani nélkül, és amit mondott, hogy kész, nem vitatkozunk többet, az élet legyen példát, és az életére vissza, tényleg ez egy példa, hogy
ő megcsinálta azt, hogy mikor elolvasol, hogy gondolj merészet és nagyobb stedra érted, tehát ez jó, hát szép, ezt fel lehet írni egy csengetési kártyára, meg minden, de ő ezt rátette, és ezt megcsinálta. És hogy az semmiből aztán egy ekkora minden, lehetne mondani, egy birodalmat építeni, tehát ez egy csoda tényleg. Mert én ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen. A rendőrnek ugye Karesszal történt a rendőrre való rámosolás, igen, azért ezek a történetek tanúságtevések is, szóval több ennél, mint ahogy elmeséli ezeket a gyerekkori csinteléseket. Ezek csodálatos történetek, csodák. Bocsánat, csak lábjegyzetelhetek egy picikét, hogy kérdeztem egyszer Kareszt, hogy később is tartottátok aztán a kapcsolatot. Mondta, persze, volt, hogy beállított 4 gyerekkel, meg egy csomag WC papírra. Tiéd, mert úgyis egyetemen vannak felnőttek, hogy 6 gyerekkel, bocsánat, 6 gyerekkel is egy csomag WC papírra. Nagy lelk. Hogy legyen, a barátaival is megosztotta, amire van. Azt mondta, hogy 3 hónapig ott felejtett. És hogy Barabás Attila, a másik barát mesélte, hogy ők hát alapítottak zenekar, hogy beat korszak közepén vagyunk, vagy ott a 80-as években, és akkor Barabás Attila gitározott, és Karesz lett volna a dobos. De azt mondta, hogy otthon minden fazékról levertem házat gyakorolni. És hát Csaba testvér lett volna a szövegíró. És hát egy sorra emlékezett Attila, és azt, hogy már rothadó zoknim szárad az alvaron. És mondom, ez a Szent Tamás időszak lehetett. Ha már így a Derűnél tartunk, akkor megkérdezem Csaba testvért, hogy mert Leventével beszélgetve az, megpróbáltuk a válaszokat is megtalálni erre az által feltett kérdésre, és ő Szent Ferenchez hasonlította, de én megkérdezem Csaba testvért, hogy a füves könyveivel is nagyon gyakran találkozni ezzel, hogy a derű, a jókedv az mit jelent az emberek életében, mit kell jelentsen. És ez a suha, ez miért tapar annyi derült és jó kedvet, hiszen a ferenceseket így ismerni? Főleg amióta árva gyerekekkel foglalkozok, rájöttem arra, hogy ha bekerül hozzánk egy gyerek, az tele van feszültséggel. Tehát, hogy azt, aki hiába kezdek szorzótáblát, meg bármit tanítani, nem fogja megtanulni. De ha megkacagtatom, és megnyugtatom, és kisimul egy kicsit a lelke, akkor már magától kihúzza azt a fiókot, vagy kinyitja azt a könyvet, és megnézi, mi van benne. És én azt hiszem, hogy a jókedv, a derű, ez olyan, mint a kovástál a tűz. Hiába potyolod azt a vasat, hogy hidegen, nem fog hajolni. De egy kicsi humorral, derűvel, örömmel, ugye főleg az elején tényleg nagyon szegények voltunk, és akkor nem el is volt, amit enni adjunk, akkor tényleg egy ilyen mikrobusz gyereket ide oda elvittem. Volt a nagynéném, és akkor felhívós, te mondom, Piroska, te mindig mondtad, hogy jó Isten, hogy mennyit imádkoztál, és nem hallgattak, aki imádott, hogy szerettél volna, hogy legyen neked leány, de csak fiad most, bár is menjön. Igen, ez tényleg így van, és az, hogy számon is kérjen jó Isten, te mondom, ne kérd számon, mert jó Isten szeret téged. És két kislány küld, már viszem is. És hát ugye úgy volt, nagyon aranyos lányok voltak, és hát megbuktak. És akkor be kellett volna írni egy szakiskolába, de csak fiúk voltak, csak románok voltak ott Déván, és
szegények sírtak, és mit lehet csinálni, hát Szeredában van szakiskola, de nincs kollégium, akkor még nem volt nekünk, és hát mondtam nagynéném, hát milyen jól van neki egy szobája, ott üresen áll, hát nem tudom, hogy tudnak küldeni iskolába. Az elején húzogatt az orrát, de mondtam, ugye, hogy Isten ajándéka. Hát, na most egy pap nem mondta, hogy egyáltalán nem Isten ajándéka. És képzeljék el, olyan szépen foglalkozott ezekkel a lányokkal, hogy Szerénke visszajött, és leérettségizett, és úgy belejött a tanulásba, hogy kiküldték Angliába doktorálni, és belőlem, meg a romániai gyerekvédelemből doktorált. Tehát én azt gondolom, hogy sokszor nagyon fontos egymást helyzetbe hozzuk. Tehát ne leuntassuk, hogy nem lehet, vagy nem érdemes, vagy nem úgyse fog sikerülni, hanem hogy bátorítsuk, biztassuk. És ezért szoktam én mondogatni, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus vigasztaló, nem? Ő magáról azt mondja, hogy hát ha ő elmegy a mennyei atya helyett egy új vigasztalót küld, a vigasztaló szent lelket. És ha belegondolunk, nagy szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy lelkesítsenek, bátorítsanak, hogy meg tudod csinálni, nem? Tehát, hogyha ugye néztem a foci világbajnokságot, 62 ezer argentin drukkoló ment át Szaúd-Arábiába, hogy Messinek ottan drukkoljon, nem? Hát világbajnokok is lettek. De vajon ezek nélkül tényleg világbajnokok lettek volna? Hát 62 ezer honfitársam ott örjönve. Tehát több mint 90 percig szaladtak azok a játékosok, nem? És világbajnokok lettek. És azt gondolom, hogy ez az Isten bennünket próbál helyzetbe hozni. Olyan gyönyörű, amikor ugye kettessével elküldi a tanítványait, és ő otthon marad, és imádkozik, hogy menjetek aranyat, ezüstöt, ne vigyetek magatokkal, vigasztaljatok, bátorítsatok, gyógyítsatok, tanítsatok. És azok elmennek, és azt írja a Szentírás, hogy nem írja pontosan mennyi idő múlva, elkezdnek visszaszivárogni, és egymás szavába vágva mondják, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk az Isten. És Jézus egy darabig hallgatja, milyen gyönyörű pedagógus fogás, és örömébe felújjon, feláll, és elkezdi áldani a mennyei atyát, aki kinyilatkoztatta a jó cselekedet örömét a kicsinyeknek. És igazából nekünk is ezt kéne tegyük, hogy egymásból, a férjedből, a feleségedből, a szomszédodból, szeresd ki a jót, piszkáljuk ki egymásból, ne a rosszat, hanem a jót. És én azt gondolom, hogy hogyha mondtam viccesen, hogyha majd meghalok, írják az én sírkövemre és Csaba testvére a vigasztaló. De én azt gondolom, mindannyiunknak ez a dolga, hogy egymást vigasztaljuk, bátorítsuk, lelkesítsük. Hát maradjunk ennél a válasznál akkor, amit mondjuk arra a kérdésre felválaszolhat Csaba testvér, hogy ki is ő. Hát maradjunk akkor ennél a vigasztalónál. Bár ő fénygyújtogatónak is nevezi magát, és ez a lelkemhez nagyon közel áll ez a meghatározás. A könyvnek a címe a fényből és sárból. Ki hogyan értelmezi? Ugye ennek a könyvben kiolvasható egy teológiai értelmezése, mégpedig egy Szent Ágostoni idézett tanítás nyomán, fényből és sárból gyúrt lény az ember. Illetve hát van egy laikusabb magyarázata is, hogy hol fény, hol meg sárba taposva éljük az életünket. Ki hogyan értelmezi? Csaba. Hát ugye a Szentírás azt írja, hogy Isten megteremtette földporába az embertestét. És azért mondjuk úgy, havazó szerdán porból lett és porrá válsz. Igen, de belelehelte az ő lelkét, a szent lelket. És mindannyian Isten lelkét hordozó emberek vagyunk. Tehát, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát én a gyerekeknek szoktam mondogatni, hogy megkereszteltelek, és a homlokotokat krizmával megkentem, akkor nem sírató asszonynak kereszteltelek, meg nem is gyászhuszárnak, hanem profétának.
És a prófétának az a dolga, hogy látja a problémákat, de meg tudja mondani, hogy merre tovább, hogy milyen megoldás van. Mert biztos, hogy nagyon sokszor elkeseredhetünk, akár mit a kis családi életünkben, vagy a munkahelyen is, hogy hát gondok vannak, na és akkor mi a megoldás? Igaz? És a prófétának pont ez a dolga, hogy ne elkeseredjen, hanem vigasztaljon és bátorítson. Én a munkatársaimnak, hál' Istennek, jó páran itt vannak, én gyakran elmondtam, ha valaki mond egy olyan dolgot, amit rossz kedvel, szomorúan, bóbálatosan, depressziósan, dühösen, félve, jobban el lehet végezni, mint jókedves derűvel, akkor essünk neki és essünk kétségbe, nem? Nekem még senki nem mondott egyetlen dolgot sem. Hát akkor őrizzük meg lelkünk nyugalmát, hogy Krisztus ott a kereszten is meg tudta őrizni lelke nyugalmát. És terővel. Álljunk neki. Nagy csütörtök, nagy péntek után. A mi Urunk Jézus Krisztus mit csinált? Hát leülhetett volna sírdogálni, hogy hát milyen szerencsétlen vagyok. Hát menjél, hogy rám bízta a világ megváltása, és ezek nem megfeszítettek? Na, tenyerembe szeget vertek, Isten. Hát mondotta volna azt is, gyertek, fiúk, szétrúgjuk Herodes palotáját, vagy mit tudom, Kaifás kéhliét. Mit csinál? Hát, amit lehet. Rőzsét gyűjt, tüzet rak, halat süt, gyertek, fiúk, reggelizzetek. De milyen jó lenne ezt megtanulnám, nem? Tehát nincs olyan helyzet, hogy abból ne lehetne tovább lépni. A dévai gyerekek, ha ugye tanít záros, jön egy tanítónén, és azt mondja, Csaba testvér, vannak jó gyerekek, kapnak diplomát. Vannak, akik nem tanulnak olyan jó, de mégis szófogadók, kapnak emlékkönyvet. De van vagy két-három olyan könyvek, kötözni való, azzal mit csinálják? Hát mondta, menj ki a piacra, s vegyél halat. És azt mondja, miért? Hát, hogy tud megsütni ott a kolostor előtt. Nagyon furcsa a nézet rá, és azt mondja, az segít. Hát mondom, hogy neked összejönni nem tud, de Jézusnak bejött, nem? Galilei tenger partján sütögette a halat, nyami-nyami, hát ezek képesek voltak meghalni érte. Tehát én igazából, én azt hiszem, hogy fény. Igen, mindannyian fényhordozók vagyunk. Én miután ugye édesapámat a kommunisták egy kicsit szóval bezárták, utána aztán meg is halt, és bennem dű volt, mint gyerek, hogy most másnak van édesapja, nekem nincs. Tehát akkoriban azért nagyon ritka volt az, hogy valaki elvált szülő, vagy ilyenek nagyon ritka volt. És hát, na álljunk bosszút, én is olvastam Monte Cristo grófját, na nekiállunk. De most kire haragszok én? Hát a rabörökre, akik megverték és hidegbe tartották, vagy a bíróra, aki elítélte, vagy a kommunista rendszerre, aki ilyen lökötségeket kitalált, hogy versi valakit bezárjanak. És akkor rájöttem arra, hogy igazából a sötétséggel van nekem bajom, az emberi bunkósággal, hogy hogy lehet ilyen balga ez a világ. És akkor rájöttem arra, hogy a sötétséget nem lehet felfűrészelni és kilapátolni az ablakon, de egyetlen gyertyát gyújtok, akkor a sötétségben oszlik, nem? És azért is gondolom, hogy a fény gyújtogató vagy hordozó szeretnék lenni, hogy azok a gyerekeket az utcáról bejönnek. Mert ilyen gyerekek voltak a verőregények, tehát az ilyen utca gyerekekből lettek a kommunista időben a börtönök verőregényei. Tehát ha én befogadom, egy kicsit szeretgetem, tarítom, elvégezem pár osztályt, nem tudom, kicsi fény gyújtok a fejébe, akkor lehet, hogy nem lesz olyan bunkó. És hát igazából én úgy látom, ez működik. És tényleg ezt kell csináljuk, hogy ne a sötétséggel harcoljunk, hanem azon gondolkozunk, akár a családban, vagy a munkahelyen, hogy tudnék egy kicsi fényt, meleget gyújtani, mert akkor magától megszűnik a sötétség. És akkor a szerző hogyan adta ezt a címet? Én prózaíró vagyok, úgyhogy prózaiban. Nagyon jó volt az elején Jörgyi Merni Csaba testvére, kicsit úgy voltam, mint a mester és a tanítványnak, hogy a mester teszi a csodákat, én meg megyek utána, és akkor megírom. És hát
Az volt az eredeti elképzelés, hogy Csoda minden nap, ez lesz a könyv címe. És tulajdonképpen abból is kijött volna egy könyv, amennyi Csoda Csaba testvérrel megesett az elmúlt 65 évben. Abból is egy ilyen könyv, vagy még egy vastagabb kijött volna. Csak hát jött az élet, ugye. Egy-két kanyar az elmúlt években, ahol előtérbe került az esendő ember. Tehát amikor bántják, lőnek rá, karaktergyilkosság, nem tudom, és akkor ez ugye indultunk onnan egy Nobel békedíjra jelölt szerzetes, és akkor jött egy ilyen nagy tornádó, ami tart a mai napig is, és még úgy néz ki, hogy tartani fog, és hát, hogy ebben a helyzetben hogy áll helyt egy ferences szerzetes, hogy áll helyt Csaba testvér, aki föltette valamire az életét, és le akarják ezt az egészet söpörni az asztalba. És hogy ebben az időszakban ugye milyen jó lett volna, megkapja a Nobel békedíjat, én megírom a könyvet, 150 országba eladjuk, hát akkor tényleg a dicsőség, a fény is. De hogy az élet az meg nem ilyen, ugye, hanem van egy elképzelésünk, és akkor jön egy csomó minden, csomó varga betű kanyar, és ez történt ezzel a könyvvel is, hogy jött egy pár varga betű kanyar, és akkor én arról voltam kíváncsi végig, hogy Csaba testvér ezt hogy éli meg, ezt az akadályt hogy veszi. Úgyhogy hát ez is belekerült a könyvbe, és én azt gondolom, hogy ez a sok minden szimbolikus ez a cím, az is, amit Csaba testvér elmond, de hogy a sárga tiport ember is, a fény felé tartó ember is, tehát hogy mind a kettő bennünk van, körülöttünk van, és hogy ki dolgoznak az angyalok és az ördögök, és akkor mi történik velünk, hova tartunk, kinek adjuk oda magunkat, kit győzünk le. Csaba testvér élete nyitott könyv, mondhatnánk ezek után még inkább. Elsősorban a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal kötjük össze az életét és tevékenységét, immár 3 évtizeden. Ennek a tevékenységnek több szakasza is volt. Volt az első, én hős korszaknak mondhatnám, egyfajta törvényen kívüliség, mert hát senki nem tudta, hogy mit kezdjen azokkal a gyerekekkel, akiket az utcáról, a csatornák széléről, a szemétdombról szedtek össze, vagy valaki beadta, hogy itt van egy kallódó gyerek, mint valamiféle elveszett tárgyat. Aztán, hogy 2000-es évektől Romániában is megjelent a gyermekvédelmi törvény, aztán majd uniós szabályoknak kellett megfelelni, és eljutottunk a mostani időszakig. Ebben a 3 évtizedben közel 8000 gyerek, ugye jól mondom, 8000 gyerek ment át az alapítványon ilyen vagy olyan formában, vagy úgy, hogy teljesen felnevelték, vagy úgy, hogy valamilyen részfeladatot úgymond átvállaltak a szülők részéről. Például a nappali foglalkozásokon, mert ugye ilyen is volt bőven. Hogyan látod Csaba testvér ezt az elmúlt 30 évet és ezeket a szakaszokat? Akkor milyen feladatok voltak, és most milyen feladatok előtt állsz? Hiszen te úgy fogalmazol, hogy forduló ponthoz ér az alapítvány élete ugye a 22-23-as évre. Tehát én nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg, hogy mondjam, nem kell egy nagy üzleti céget vezessek, hanem szabad vagyok. Én mindig azt mondom, azt csinálom meg ingyen, amit más pénzé sem csinál meg. Ugye, Déván az állomásba ültem, és jött egy, hát nem jött a vonat, késett. És oda mentem, és ígyunk meg egy kávét, és voltak hajléktalanok, és ott egy nő is, nagy hassa, és akkor meghívtam, ígyunk meg egy kávét. És akkor innogattunk, beszélgettünk, és kérdeztem a nőtől, hogy hát, hogy mikor kell szüljön, és mondta, hogy 2-3 hónap múlva, valamikor március végén, április elején, és kérdem, hol lak, és az itt az állomásban. És akkor mi lesz a gyerekkel? Hát az a felnevelem, ha nem veszik el tőlem. Hát, hol fogja fürdetni?
És mint egy kis buta kérdése, de hát itt a fürdőszobában, itt van az állomásban budi. Hát nem, alig ment le a kávé a torkomon. Tehát én magamban arra gondoltam, hogy ugye, hát Jézus Krisztus egy istállóban született meg, de azért eltelt azóta 2000 év, nem? És ott mindjárt eszembe jutott, hogy Szent Györgyön van egy hölgy, és Árkoson felkínált nekünk egy házat, hogy nem van valami ötletem. Na és hát azt mondja, hogy nem adta még senkinek oda, itt a kulcs, menjek utána. És ott az asztalnál, ott a kávé mellett, hát gondolkoztam, kit lehetne, és volt egy nő, egy nagyon nagyszerű nő, aki mondta, hogy szívesen eljönne hozzánk nevelőnek, de akkor pont nem volt annyira szükség nevelő, és felhívom, mondom, te nem akarsz egy anyót ott beindítani? És hol? Hát mondom, Árkoson, és hogy néz ki a ház, mondom, megnézzük. Én sem láttam még addig. És ha hiszik, hanem eljöttünk, és egy-két napon belül már ott volt az anyuka melegben. Aztán hál' Istennek jöttek a kedves nővérek, és átvették, és azóta több mint 200 ilyen anyukát fogadtunk be. Tehát nem én keresem a problémát, ez egy nagyon súlyos dolog, azt hiszem, hogy most már hál' Istennek nincs annyi hajléktalan, de régen tudják, nem csak gyerekek voltak az utcán, hanem felnőttek is jócskán. És hát hogy mondjam, ezek mindig olyan izgalmas, érdekes történetek, mert Érmiány falváról is, hogy van egy anyuka, 22 éves, 7 hónapos terhes, nem fogadjuk be. Elmegyek, és akkor kiderült, hogy hát az apja pásztor, az anyuka meghalt, és a gyerek ott nőtt fel a faluba, de egy napot óvodába, iskolába nem járt. Ő ügyeltek a falu csordájára. Mindenki ismerte a csordás lelkát, de valahogy nem vették a fáradtságot, hogy kicsi szíve, akkor mi nem mész óvodába? Szeptember van. És ott volt ez a 22 éves lány, és ketten ült mellettem az autóba, és én vezettem. Beszélgettünk. Én mindig úgy gondoltam, aki írástudatlan, az nagyjából ugyanúgy gondolkozik, mint én, csak nem tudja leírni, vagy olvasni. De kiderült, hogy hát kezdtünk beszélni Hófehérkéről, meg Vinetúról, meg anyámtyúkjáról, semmiről nem hallott. Tehát, hogy zöld mező az ő fejébe. És ami engem nagyon mellbe vágott, hogy jöttünk kereszt, aztán Udvarhely felé voltunk, hát ez olyan november végén, december elején volt, és hogy karácsony, és ez milyen? Hát mondom, karácsony. És akkor elmeséltem Jézus Krisztus születését. Mint ha valahol, nem tudom, Afrikában lettem volna egy eldugott törzsnél. És tényleg, és na hát, és az a mi lóg a fán? Hát mondom, ajándék. És ha hiszik, hanem ez a 22 éves, 6 hónapos terhes, azt hiszem, és mi az ajándék? Lefagytam. Megálltam, bementem egy üzletbe, és ott ilyen ékszerek voltak, ilyen bizsuk, nem minden nyaklánc, meg fülbevaló, meg minden volt. És akkor egy ilyen szettet, szépen becsomagolt a hölgy, meg minden. Átkötött piros szallag, nem tudom, kiment, és mondta, tessék. És azt mondta, ez az ajándék. Szegény ember is nőből van. Hát az öröm, hogy mikor kibontott, és próbálgatt, és a tükörben nézt, ezt nagyon nehéz elmesélni. Igen. És akkor a nővérek szépen ugye elviszik ilyenkor aztán a nőgyógyászhoz, meg mit kell elintézik, és aztán végül megszületett a baba, és körülbelül egy fél év után sikerült keríteni neki egy idős házaspárt, hogy a bácsi beteges volt, és akkor oda vették, hogy hát ugye ügyeljen a családra, meg ott az állatokra, a virágot öntözze, bevásárolja, minden. Aztán meg is feledkeztem a történetről. És hát Székely hídon van a házunk, és egy tanév záró, misézek, minden, és hát ugye elé jön a mise végén egy ilyen kicsi fiúcska, egy nagy csokó virággal, megáll előtte, és azt mondja, hogy köszönöm szépen az életet. Hát ő gondoltam, hogy egy hosszabb vers, belesül. És néztem, nem, ha valaki súgjon, mert olyan kínos volt, hogy csendben álltunk, minden, és a gyerek még egyszer ugyanezt elmondta, hogy köszönöm szépen az életet. És akkor kétségbe esettem körülnéz, és megláttam hátul az anyukát. És megértettem, hogy
Ez a gyerek az, akit én befogadta Isten névébe. Anyabőrbe csomagolva, persze. Na, közben megszületett, megnőtt, és onnan az anyukája elmondta, hogy hát én azért tartottam a téged meg, mert eljöttek, és elvittek, és a nővérek anyommal nyúltak. Igen. Én azért mondom, hogy minden csoda, ami velünk történik. Az alapítvány legnagyobb eredménye, mondja Csaba testvér, hogy az unokákat már nem ő neveli, hanem a szülők nevelik. Hát én azt mondom, hogy ennél nagyobb eredmény nem kell. Szóval, hogy hány unokád van, Csaba testvér? Már van dédunokám is. Igazából egy nagy kérdés, tehát, hogy elmélet és gyakorlat. Például a romákkal mit lehet csinálni? Déva mellett volt egy nagy roma kolónia, Mintiának hívják, és nagyon sok vásárhely környékéről mindenhonnan vittek oda, hát ugye építkezésre. Aztán a hőerőmű megépült, de ez ott maradt. Ilyen nagy barakok voltak, és emlékszem, amikor kimentünk előre, nem lehetett tudni, hogy most a föld van, vinilin van, beton van, mi van alul, annyi sár volt az épületben. Ablakok hiányoztak, nem volt villany benne. És hát ugye 90-es évek elején, még most is egy ilyen roma kolónia azért feladja a leckét. Na és egyáltalán annyi gyerek volt ott, hogy hemzsegtek. És pont egy háromszéki lánynyal csináltunk egy napköz, egy óvodát, ebbe a nyomornegyedbe, és ő egy kicsit meggyúrta, megfürdette őket, és én kezdtem behozni őket Dévára az iskolába. Több mint 50 gyereket fogadtunk ebből a nyomornegyedből be. Olyan is volt szinte egy osztálynyi gyereket. Ezek nem jártak addig óvodába, mit tudom, ami kollégánk, amit rá felpatkolta őket, amennyire tudta. És hát igazából én kíváncsi voltam, hogy lássuk, jó szándéka, szeretettel, mit lehet elérni. Nem volt pénzünk, nem tudtam milyen elkápráztatni szép ruhákkal, vagy ilyesmi, de minden nap azért megvoltam. Szeret zsíros kenyér, meg minden. Fiatal tanítónőket szedtem össze, és hát ezek foglalkoztak szépen vele. Sose felejtem el, hogy az első órán, hát nem csak ők voltak, de tehát egyből mi nekiálltunk, és megcsináltuk az iskolát. Szegény tanítónéni mondta, hogy gyerekek, vegyétek elé a számtanfüzetet. Gyerekek, vegyétek elé. Aztán egyszer csak hallom, másik az egész band a tornaórára. Egymás után volt három tornaóra, ezek nem jártak oldalba. Tehát ezek betöretlen lovak voltak, vagy hogy mondjam. Szegény tanárok, pedagógusok vérpisültek. De szeretném elmondani, hogy például ezek között volt a Király Zoltika is. És szépen elvégzett 6-7 osztály, többet nem, de azt azért úgy, el lett egy olyan lányt, aki szintén Mintiáról van, aki szintén nálunk nőtt fel, elmentek külföldre dolgozni, nem tudom. Általában hozzám bekerülő gyerekek nem 6-7 évben kezdik az iskolát, hanem 10-11. Életévükbe kezdik el az első osztályt, szóval na, néhány vonat elmegy, amielőtt hozzánk bekerülne, és elkezdtek dolgozni. És az a fiatal ember ugye megnősült, 17 évesen megszületett az első fia, hazajöttek, megvettek 5 hektár nagyon szép helyen telket, épített rá egy 200 négyzetméteres épületet, a gyerekeivel ott lakik, vett ki egy traktort, gazdálkodik, és úgy néz ki a veteményes kertje, hogy az a székely ember, amelynek úgy néz ki a gazdasága, gyugogott tart, disztiót tart, minden, én az alatt földig hajolok. És ott náluk született meg a most az első dédunoka, úgyhogy, hogy mondjam, büszke vagyok rá. És nem csak azért, mert, és leültünk beszélgetni egy pohár bor mellé ottan az oltárban, és megkérdeztem, hogy vegyünk sorba azt a többi 50 gyereket, aki onnan bejött. És Istennek legyen hála,
mindegyik talpra áll. Kérdeztem, tud-e olyat, amelyik elzűlött volna? És azt mondta, nem tud olyanról. Igen. Tehát ez a remény dolga is, tehát hogy ha volna bátorság és lendület, de nem úgy, hogy meg is tanuljál, hanem összeköltöztünk mi ezekkel a gyerekekkel. Egyik szobában én laktam, másikban ő. És estéként el kell vinni őket, hogy na, zuhanyozni, és fogat mosni, és újból, és újból, és nem elég egyszer-kétszer. Az egyik ilyen kislánya, találkoztam most már három gyerekes anyukas, azt mondja, emlékszem, az első nap, amikor behoztam én hozzánk, hogy összeszitta, hát mondom, mi szittalak volna meg. Azért, mert azt mondták a többiek, hogy mutogatja a második emeletén a fenekét, az erkére. Hát mondom, az nem is volt szép dolog. Szóval papjács, az nem úgy volt, mert nem volt vécé. És nekem nagyon kellett pisikálni. És hiába volt az angol vécé, de ő nem tudta ezt, hogy működik. És akkor a szükség törvény mondta az erkére, nem a fenekét mutogatta el, a dolgát végezte. Nem tudom, miféle, és én jól lesz, kaptam, és szegény meg sem tudtam magyarázni, hát, hogy van. Hosszú évek múlva hát kértem bocsánatot, meg minden, persze kacagtunk meg, tehát innen indultunk. Volt egy másik kislány, és egy fiatal magyarországi nevelőnő jön, hogy ennek a kislánynak inkontinenciája van, nem is értettem a szót, de gondoltam, csak elmúlik neki, aztán utána olvastam, és hogy mindig kakás a bugyikája. Na hát, ő vitte pszichológus, vagy mit tudom, adtak neki pirulát, meg nem tudom miféle. Aztán volt egy idősebb talpra, esett nevelőnős, bement a kislányjal a budiba, és megmondta, itt a vécepapír. Ezzel sőt, ezt csinál, oda bedobjuk, ráhúzzuk a vizet, na most ne csináljad. És azóta nem volt inkontinencia. Mert a szegény kislánynak azóta nem volt se fürdőszobája, se bugyikája, semmilyen dolog nem volt, és akkor hát, na, hogy mondjam, részletekben nem mennék belé a nőlapi egyszerűségbe, de innen indultunk, és ez a csoda, hogy ezek közül a gyerekek közül nagyon sokan, tehát az a kislány, akiről mondtam, elment és ledoktorált pszichológiából. Ötödikes korában írt egy levelet a plébánosának, hogy papács engem vigyen el innen, mert én itt meghalok. A plébános elküldte a levelet az érseknek, az érsek nekem, és úgy mentem el én Etédre, egy eldugott kis falu. És tényleg az anyukája, apuka nem volt, anyuka részeges volt, és nagyon magára volt ez a kislány. És utána ledoktorált, hosszú évek múlva Miskolcon előadást tartottam, és ott volt ő is. És akkor megkérdezték tőlem az előadás végén, hogy hát a romániai gyerekvédelem hogy működik, minden, és mondta, én ehhez hozzá tudnék szólni, de itt van egy nő, aki ebből doktorált. Szerint a gyereki. Odaadta a mikrofont, és nagyon ügyesen válaszolt a kérdésre, és ott mindenki előtt feltette a kérdést, azt mondja, atya, emlékszik, hogy magának azt mondták, hogy ne vigyen engem el Etédről, mert süket néma vagyok. Hát mondom, tényleg mondtak ilyen, de te velem mindig szépen beszéltél, tehát sőt, olyan csicsergő gyerek volt, hogy borzasztó. Na és csak mindenki előtt elmondta azt, hogy amikor első osztályba elmentem, az első nap többi gyerek mondta, hogy anyukád részek, ott van a kocsma előtt. És azt mondja, oda mentem, az aragás szekére ráraktam nagy nehezen, és hazahúztam. És másnap megint mondták, ott van anyukád. És oda mentem, és nem volt ott az anyukám, de az egész osztály röhögött rajtam. És az gyerek elhitette tanítónőivel, az osztálytársaival, hogy ő süket néma. És úgy végezte a négy osztályt, hogy ezt a környezete elhitte róla. És amikor ezt a gyereket egy kicsit melegbe raktuk, kiolva, mint a őszi vetés, vagy a hó elolvad róla, kijön szépen. És mondom most az iskolákban, hát akint Angliában elvette egy ilyen ottani, nagyon gazdag ember, építészmérnök, ilyen plázákat, ilyeneket tervez, van két szép gyerekük, mind a kettőt én kereszteltem, minden, és hát hogy mondjam, iskola pszichológus, és azt mondja, hogy Csaba testvér, jönnek ezek az angliai gyerekek,
És én nem sírnak, összeomlik, hogy nem tudom milyen cipőt nem kapott, meg ez az, és én nem tudom elmondani nekik, hogy nekem nem volt cipő. Tehát igazából, mikor azt mondom, hogy Isten selejtet nem teremt, akkor tényleg így is gondolom. És hogyha mi nekünk van türelmünk másikhoz hozzahajolni, kiszeretni belőle a jót, akkor csodák fognak kijönni. Gondoljunk arra, hogy Saul, hát egy rossz ember, ének idején megy a damaszkuszi úton, hogy gyilkosságokat szervezzen. Hát a mai világban is vannak ott a terroristák, nem? És milyen szép, hogy Jézus Krisztus nem felrúgja ezt az ember minden bolondgombát, hanem leül vele, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Beszéljük meg, gyere! Hát ember az emberre. És tudjuk jól, ebből a Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola, ki élete végén megírja a szép szeretet himnuszát. Tehát én azt gondolom, a szeretet himnuszt megírhatta volna akár a boldogságos szüzenye is, nem lenne ennyire ütős, nem? És igazából valahogy ez, amit olyan nehéz elhinni, hogy igen, a férjem, aki olyan mackos, goromba, meg nem tudom miféle, hogy tudnád belőle a jót kiszeretni? Vagy a szomszéd, az anyósokból, nem? Nem tudom, hogy a mélyetőségedet? Döbbenettel olvastam ebben a könyvben, amikor a fordulóponthoz ér ez az alapítvány, hogy ennek több oka is van. Az egyik az, hogy az a mély szegénység, az a nyomor, ami ugye a 90-es évek elején tulajdonképpen életre hívta ezt az alapítvány, az elkülönben van Romániában. Ugyanakkor a román állam is most már egyre nagyobb gondot fordít, egyre nagyobb összegeket fordít a gyermekvédelemre. Ugye ennek megfelelőek a szabályok is, és hát a hatósági ellenőrzések is, erről is olvashatunk a könyvben. De hát a feladatok, Csaba testvért most is megtalálják, és erre ismételten mondom, szép példa a Kánta, de szép példa a Keresdi Betlen kastély, amelyet az örökösök átadtak az alapítványnak is, ahol a békeháza épül. De egy gyönyörű tevékenység az épített örökségünk megmentése, gondoljunk csak a Marosi-Ijei Betlen Gábor szülőházra, vagy a Piski csata helyére, a Piski híd, meg csárda, ugye, vagy olyan ünnepekre akár, amit Csaba testvér kezdeményezett, például a szövetség ünnepe, a Vajdahunyadi várba, tematikus zarándoklatok, vagy akár az a gondolat, hiszen itt hallottunk arról, hogy hát bizony nem csak elesett gyerekek, hanem felnőttek is vannak, hogy neki nagy álma az, hogy a századik ház az a felnőtteknek készüljön el. Ugye hát ez nem a gyermekvédelem területe, de kívánjuk, hogy ez az álom is teljesüljön. Közben gondolkodanak a kérdéseken, mert biztos mindenkibe motoszkál valami, és szeretném, hogyha kérdeznének is. Szóval most mi a feladat éppen? Hát ugye, hogy nincs bajban lévő gyerek. A román törvényminiszter mondta nem olyan rég, vagy egy éve, hogy Romániában a gyerekek 27%-a nem jár iskolába, abandon iskolára. Sőt, 46%-a a gyerekeknek 8. végén funkcionális analfabéta. Tehát ez van, a gyerekvédelem területén rengeteg probléma, rengeteg gond van. És hát gondoljunk csak arra, hogy akár itt a Háromszéken is mekkora cigány, vagy más ilyen nyomornegyedek vannak, ahol a gyerekek vagy járnak, vagy nem járnak iskolába, igaz? Tehát én azt gondolom, hogy volna munka. De én úgy gondolom, én a magam 6000-ét felneveltem, a másnak is jussa, ne legyen az ember olyan mól, és tényleg én mindenütt elmondom, hogy a román állam most úgy szeretné, de egész Európa, hogy nevelő szülők vegyék ki a gyerekeket. Tehát nem muszáj örökbe fogadni. Tehát önök közül bárki, aki úgy gondolja, elmehet, és jelzi, hogy szívesen két ilyen bajban lévő gyereket befogadok. És a román államnak vannak pszichológusai, szakemberei, akik segítenek, és ezt a két-három gyereket
hazaviszed, azért adnak pénzt is, sőt, alkalmaznak is téged, munkakönyvet adnak neked. És te, mint egy jó anya, nevelheted a gyerekeket. Tehát igazából jelen pillanatban ez a trend Európában is, de Magyarországon is, Romániában is. Tehát azok a nagy gyermekközösségek, tényleg azokat meg kell szüntetni. Nálunk is most egy házban maximum 12 gyereket fogadhatunk be. Tehát hogy mondjam, ez a trend. És igazából én nagyon szeretném önöket is meggyőzni, hogy szép egy cica, meg egy kutya, meg nyugaton talán az a divat, te miért nem próbálnád meg hazavinni egy gyereket, nem? Kettőt. De unatkozzanak. Meg te se fogsz unatkozni. Nem? És próbálj meg nevelő szülő lenni. Tehát én azt gondolom, bármit csinálunk ezen a földön, ez az épület is. A rozsda megeszi, a mój szétrágja, össze fog dőlni. Az én munkámból mi az, ami örök, ami megmarad? A gyermekek lelke, nem? Az utolsó ítéleten se a diplomát, se a házat, se az autót, semmi nem fog szembe jönni. De az, akihez lehajoltál, akivel jót tettél, az szembe fog jönni. És azt mondja, mennyi atyám, te lehet, hogy ez egy hitvány alak, de ha, akkor nem fogadott volna engem be, engem megett volna a tető. Bocsáss meg neki. Hát ennél jobb ügyvédet én nem hiszem kapnának magukhoz. Tehát ezért tényleg azt gondolom, hogy hát, hogy legyen szolidaritás bennünk. Tehát ugye mindenki látja és tudja, hogy ha 20 év alatt, 30 év alatt a Székelyföld erdélyi magyarságnak több mint fele elpárolt, nem? Tehát ebből matematikai könnyen le lehet vezetni, mi lesz. Tehát hál' Istennek olyan gyerekeket tudtunk befogadni, ott a Zsírvölgyéből máshol egy szót nem tudott magyarul. És nagyon nagyszerű, ügyes fiatalember lett, felnőtt, valaki Erdélyben, valaki Magyarországon, persze a nagyvilágban is vannak gyerekeink, szanaszék, de adófizető állampolgárok lettek. Tehát van egy Déván egy épület, négy lakrész, hogy direkt azért hoztunk létre, hogy ha valamelyik gyerek nem tud érvényesülni, akkor jöjjön el, és van lakás. Egybe laknak. De évek óta mindegyik, hál' Istennek megoldja a dolgát. Az 1000 unokából 2 nevelek én, a többit ők nevelik. Tehát, úgy mondjam, higgyünk abba, hogy rácsapsz a vízre, és a tenger ketté vál. Higgyünk abba, hogy annak a gyereknek megfogod a kezét, elmagyarázod, hogy mit és hogy kell csinálni, és meg fog az történni. Persze mindig az ember a torkát marokra szorítsa a nehézség. Most jövök Tusnádra, és ott 3 leánka jól összevert, és hogy még izgalmasabb legyen, fel is vették ők, vagy is hívják rá, meg is osztották, mert mi ne. Aztán most várom, hogy jöjjenek az újságírók, hogy náluk öldöklik a gyerekek egymást. Na, tehát persze, hogy vannak nehézségek, de mi sem voltunk angyalok, Karasz itt néhány dolgot elmondott, hogy mi mindent csináltunk, hogy mit tudom, szegény édesámnak kellett tudjon arról, hogy hát mit tudom én, mi hajót csinálunk, és az oltón lemeljünk, hogy ilyet halászunk a Duna-deltában, 7. korunkban, nem? Na és akkor ezt mit csináltuk, és hál' Istennek megfenek lett a hajónk az első vízrebocsájtáskor, és annyi lett belőle, de kiváltottuk a Duna-deltára a halászati engedélyünket. Tehát mert annyira biztosak voltunk, hogy ezzel fog sikerülni. Hát a mai gyerekek se angyalok. Bízzunk bennük. És bízzunk abban, hogy van egy isteni gondviselés, amelyiknek, hogy mondjam, nem mindegy, hogy hogy van, mint vagy. Tehát hogy Jézus Krisztus meghalt ezeké a gyerekekért. Meghalt a háromszéki emberekért is. Ha csak mi lennénk a Földön, értünk is meghalt volna. Tehát akkor bízzunk benne, és kérjünk segítséget, és merjünk nekiállni. Nincs lehetetlen helyzet, csak tehetetlen ember van. És én azt gondolom, hogy ez az épület, ha engem a szenátor úr, polgármester úr nem bíztat, és ha én nem bíztatom őket, talán nem valósult volna meg. De egymást addig bátorítottuk, hogy szégyeltük egymás előtt is, hogy na én félreállok, hát ő nem áll félre, akkor én hogy álljak félre. És lám, működik. És
Most úgy tudom, hogy 7-8 osztály van itt, a ilyen felnőtt továbbképzés van, szakács, pincér, szobafestő, mázoló, tehát ilyen szakok is, ez a reklámhelye is, tehát hogyha önöknek is vannak elképzelések, akkor hát nyitottak vagyunk mi arra, hogy tovább vigyük. Tessenek kérdezni. Igen, bizonyára vannak kérdések. Én megkérdezném a szenátorokat, hogy amúgy itt van az alapkő, nem tudtuk el, 2019. Meg volt az alapkő, és nem tudtuk hova tegyük, aztán ide tettük. Tehát 19-ben te gondoltad, hogy ilyen estéket fogunk itt szervezni? Köszönöm szépen, hogy sem a mesélyt. Igen, örökké jó hallgatni. 2019-ben azt mondom már, hogy volt valami remény, de igazából, aki ismer minket, azt tudja, hogy 10 évvel ezelőtt kezdtünk ezen gondolkozni, és akkor volt lentében egy búcsú csapatesvény megkérve alattalan, hogy állj az évig ennek kezdeményezésnek, hogy így megoldalak, az nem jó szó, állj az évig ennek kezdeményezésnek, és akkor mondta, hogy hát, na jó, elmondtad már csak, hogy elszaladtál már háromszor mindent, akkor volt az, hogy 10 évvel sikerült meggyőzünk Csaba testvét, szép helyen, mert régen. 19 után még volt egy kis meglepetésünk, mert 10 éven keresztül azt beszéltük Csabával, hogy ez igazából Csaba testvét mondta, hogy Laci, most már apropó 9-19, bizok abba, hogy ezt fel fog épülni, de mi csinálunk már? Hogy töltsük meg évekkel? Úgyhogy amikor mondtam, hogy Csaba testvét, hogy milyen jó ez a reklámhelye, tényleg jó reklámhelye, és ez is sikerült. Volt egy kis melléfogásunk, akkor nem akarok mondani, hogy hogy lett ebből Kantai Szakképzőközpont, de úgy gondolom, hogy végül sikerült, és úgy látom, hogy jó úton haladunk. Másképp itt van Szakács István, a vezetője a Kantai Szakképzőközpontnak, és de ha Csaba testvér, vagy szoktam mondani, mindent megtett és imádkozott értük, ha nem imádkozott volna, akkor most kézművásárhelynek áron szépen, nem ilyen szép központja, ilyen további képző központja. És szerintem most már számomra 500 diakkal kell megtenni, ez a cél, ez az, akkor úgy lesz. És elnézést, hogy így beszélek, de Csaba testvér mellett nehezen tudok beszélni. Igen, és akkor arra kérlek, hogy a vicc után akkor egy záró gondolatot is mondjál el, és utána még megadjuk a szót Szakács István igazgató úrnak. Ugye úgy van, hogy említette a szenátor úr, hogy volt egy elképzelés, és nagy misét tartottunk a templomba, és a svájci úrnak átadtuk a kulcsot, aztán többet sorra láttuk. Na, hogy csinálom majd ilyen meg olyan képzési központot, és mindig úgy gondolja az ember, valaki más jobban meg tudná csinálni, mint mi. Na, és akkor, na így jártunk. De tudják, hogy van, hogy miért teremtette a Jóisten előbb a férfit, és csak utána az asszonyt. Minden nagybűvész a remek mű előtt egy piszkozatot azért csak készített. Hát a svájci úrral mi is a piszkozatot csináltunk, aztán reméljük, hogy bejön a... Na és hogy igazából mi szeretnénk háznevében köszönteni a hölgyeket, és hát kis virágot is hoztunk, és én örvendenék, ha István be tudnám mutatni, és pár szót szólna ő is önökhez. Jó estét kívánok! A Kanta Szakképzőközpont nevében is az MCC megjelentésünk a lehetőséget, hogy holnapra ilyen előadásokat tudunk szervezni. Ma március 8-a van, ma így a hölgyeknek világot adni, de tiszteletet minden nap. Fogadják szeretettel a kiállatát, mindenkit, minden hölgynek adnak világot. Isten áldja önöket, és máskor is visszavárjuk önöket. Hát ilyen könnyen nem muszáj meg, ugye. Hát aki úgy gondolja, hogy tényleg a csodák földjére, a szeretet
útjára akar lépni. És hát ugye szeretne a férjével, feleségével, ilyen nagybődi újrakezdésben, hogy mondjam, a szennyest kimosni és kivasalni, akár a szomszédokkal, a munkatársakkal, az álljon föl, és imádkozzunk azokhoz. Jóságos Istenünk, mi nem csak az épületeket kell, hogy felújítsuk, hanem sokszor saját magunkat, kapcsolatainkat, barátságainkat. Adj nekünk bátorságot, hogy akár évek, évtizedek mulasztásait is imádságos szeretettel tudjuk talpra állítani, renoválni, újrakezdeni, kapcsolatainkat elmélyíteni. Ehhez kérjük segítségedet, áldásodat, a mi Urunk Jézus Krisztus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. És hogy lányaink, asszonyaink máriás lelkületűek legyenek, türelmesek, szépek, kedvesek, magnifikátot éneklőek, ezért a Boldogságos Szűz Anya közbenjárását is kérjük. Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott te az asszonyok között, és áldott te néhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.